Akár a Nyíregyháza Spartacus is állhatna a harmadik Vác helyén a tabellán, de állhat is majd esetlegesen, ha a nyíregyházi csapat győzelemmel zárja a Pest megyeiek elleni vasárnapi mérkőzést a labdarúgó MB2 18. fordulójában. Lucsánszki Tamás, a Spari vezető edzője szerint azonban felesleges számolgatni és az esetleges helyezéseket nézegetni még, jelenleg a játékkal és a soron következő mérkőzésekkel kell foglalkozni. A Vác ellen pedig kimondottan nehéz találkozóra számíthatnak Rudolfék, igaz, a legutóbbi Békés Csaba elleni hazai 4-1-es győzelem talán végre egy gátat átszakíthatott a játékosokban, ami a csapat teljesítményén és eredményességén is tükröződhet majd. Lucsánszki Tamás szerint a mentalitással már korábban sem volt gond a játékosoknál, ellenben a szenvedélyt hiányolta eddig. A Békés Csaba ellen már a szenvedély is dolgozott az egész csapatban, és reméli, ez továbbra is kitart majd. A szenvedélybe beletartozik az önbizalom is, tehát most nagy önbizalommal és nagy nyerési vágyal léptünk pályára. Az akarattal soha nem volt problémán, tehát nem azért kaptunk ki, mert akarat gyengén futballoztunk volna, hanem egyszerűen az volt bennünk, hogy inkább és azért gondolom a szenvedélyt, hogy itt egyértelműen benne volt az, hogy nyerni szeretnénk. A korábbi mérkőzésen, amit hiányoltam, az, hogy elég kudarc kerülően futballoztunk, abból nem lehet soha jó kijönni. Az utánpótlás számára is nagy megmérettetés következik, hiszen 4 korosztály, a 8, 9, 10 és 11 évesek számára harmadik alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Bozsik kupát a november 18-19-ei és 25-26-ai hétvégéken. A tornán olyan neves együttesek is részt vesznek, mint a Ferencváros, a Debrecen vagy az Olasz Foci Suli. A kupa elsőleges célja nem a versenyeztetés, hanem az alapok szélesítése. Éppen ezért a Spari is két csapattal képviselteti majd magát. Ez az időpont most az, amikor két csapatunk is játszik egyszerre a pályán, az azt jelenti, hogy a A és a B csapatunk is, tehát hogy minden korosztályban ugyanezt próbáljuk, hogy minél több versenyzési lehetőséget adjunk a gyerekeknek. A 12 és 13 éves korosztály számára is rendeznek majd egy minitornát december 2. hétvégén. Ezen többek között az Újpest, a Vasas, a Csíkszereda és a Debrecen csapata is képviselteti majd magát. December 20-án pedig a Continental Arena ad otthont a Bozsik Akadémia karácsony ünnepségének, amelyen több mint 300 fiatal kap majd ajándékot.